Büszkén mutatja a pénteken délelőtt átvett elismerő oklevelet és emlékplakettet Szame Veronika, a Bonyhádi Rendőrkapitányság kiemelt fővizsgálója. A 16 éve rendőrként dolgozó családanya azt mondja, az új irodájának polcára fog majd kerülni ez a díj. Büszke arra, hogy ő lett Bonyhádi évrendőre. Egyfajta visszacsatolásként fogja fel ezt az elismerést. Nagyon jó érzéssel töltött el, hogy ez azt jelenti számomra, hogy valamit jól csinálok. Nagymamámnak a testvére rendőr volt, így már viszonylag korán kiskoromban találkoztam a rendőri pályával. Óvodás koromban már eldöntöttem, hogy rendőr leszek. Majd az általános iskolában 13 évesen még az akkori osztályfőnököm iratott mindenkivel egy fogalmazást, hogy mi lesz, hogyha felnövök, mi lesz velem 20 év múlva. Ebben a fogalmazásban már megemlítettem, hogy nyomozó szeretnék lenni. Nyilván akkor még nem voltam azzal tisztában, hogy milyen feladatkörök vagy milyen tevékenységek vannak pontosan a rendőrségnél, de már ekkor tudatosult ugye kiskoromban, hogy én rendőr szeretnék lenni, és ezt a hivatást szeretném választani. Az általános iskola befejezését követően a Csapó Dániel közbiztonsági gimnáziumban folytattam a tanulmányaimat. Nyilván ezt úgy is mondhatnánk, hogy egy ilyen rendőr előképző. Majd a budapesti rendészeti szakközépiskola következett. Veronika 2005 óta teljesít szolgálatot a Bonyhádi Rendőrkapitányság hivatásos állományában. A hölgyészi rendőrösön járőrként szereltem fel. Akkori dologban én voltam az első nő, aki a hölgyészi rendőrösön teljesített szolgálatot. Magamban tömbet láttam, ambíciózus voltam, és úgy gondoltam, hogy kísérletet teszek a rendőrtiszti főiskolára, megpróbálom, hogy beadom a jelentkezésemet, ez sikerült is, felvételt nyertem a bűnügyi szakra, melyet 2011-ben el is végeztem jó eredménnyel. A Bonyhádi Rendőrkapitányság ügyeleteseként, később vizsgálójaként látta el feladatait. 2014-ben fővizsgáló, majd 2019-ben főnyomozó lett. 2021. március 1-ével pedig kiemelt fővizsgálónak nevezték ki. Mindeközben folyamatosan képezte magát. Majd gyermeket vállaltam, ugye kisebb munka megint, és ekkor úgy gondoltam, hogy annyi minden jogszabály változott, hogy lehet jót tenne nekem egy újabb iskola elvégzése. Ekkor így nézegettem, hogy mi az, amit a rendőrségen még tudnék hasznosítani is, és ekkor választottam a Nemzeti Közszolgálati Egyetemnek a rendészeti mestervezető képző szakát, amelyen tavaly végeztem jeles eredménnyel. Szame Veronika operatív munkát is végez. Mindkét tevékenység a folyamatosan változó jogszabályi környezetben nagyfokú precizitást, önálló probléma megoldást igényel. Munkája minőségére rendkívül odafigyel, ezt ismerte el a város és a rendőrség ezzel a díjjal. Én irodai munkát, tehát kihallgatásokat ugye végzek, illetve látunk el készenléti jellegű szolgálatot is ugye 4 órán kívül. Ez ugye hétvégi jelleggel is előfordulnak. Ilyenkor a helyszínen ugye a helyszíni szemle, a nyomkutatást végezzük, az elsődleges forrónyomos feladatokat látjuk el. Igazából nem tudok különbséget tenni ezek között. A napi feladatok között is minden nap adhat egy olyan jellegű kihívást, ami számomra új erő bírhat, és szükséges azokat megoldani, így igazából nem tudok különbséget tenni az között, hogy mi az, ami legjobban imponál, vagy legjobban szeretek. Szame Veronika szabad idejét legszívesebben családjával tölti. A sport kiemelten fontos számára. A kangó a kedvenc mozgásformája.